Jó reggelt kívánok mindenkinek! És kezdődik a német-magyar fuvar. Tarts jobbra! Bicikli! Bicikli! Oké, Laci. Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. Tornatanár utolsó mondata. A gerelyeket dobjátok ide. Krefeld nevű városból megyünk át. Most hirtelen, fejből nem tudom, de mindjárt megnézem. Azt mondja, hogy Gelsenkirchen nevű városba. Most megyünk az 57-es autópályára. És ha jól sejtem, akkor a 40-es autópályára fogunk rátérni majd rövidesen Essen irányába. És ahogy mondtam, most letérünk az 57-esről a 40-esre. Essen irányába. Hagyjuk el az autópályáról, mert hány fokunk. Sokkal vidámabban megy a paripa? Biztos, ami zihert, tartsuk balra. Levették ezt a nagy súlyt a pótkocsiról. Ja, jó, igen, most ez már egy következő fuvar, úgyhogy ha valaki nem látta volna, vagy nem hallotta volna, az előző fuvarba 26 tonnányi áru volt. Pontosabban az angol mérlegelés szerint 26.040 kg. És így volt az autónak az összsúlya velem együtt 39.900 kiló. Ilyen nehéz rakományt eddig még eddig nem vittem, legalábbis úgy, hogy tudtam volna róla, hogy le lett mérve. Még eddig nem volt ilyen nehéz rakomány az autón. Na hát ez is megvan, úgyhogy most már könnyedében, vidámabban megy a kocsi, le lett róla szedve az áru. Szevasz kollega! Megyünk az új felrakóra, ez már valami könnyebb cucc lesz. Hármas autópályáról a 42-esre kell átmenni. Menjünk le az autópályáról, mert már nagyon dühösen mindenki. Majd utána tarts jobbra. Aha. Jobbra tart. Vezet.
Geiselkirchen az a neve a helynek, és most érkezünk a lehajtóhoz. Ne gyűjjünk el a nép között, menjünk le az autópályára. Zóna. Ne örülök! Hol a bánatba tudom én megvenni? Igen, írták már többen, tudom, hogy ADAC-nál, meg nem is tudom, írták már, hogy hol lehet megvenni, de eddig sajnos még nem találkoztam olyan helyjel. Jobbra megyünk, jobbra! Nem jártam olyan helynél, ahol meg tudtam volna venni ezt a nyomorult Umwelt plakettet. De hát muszáj lesz. És ott vagyunk. Arra, hogy ez. Most tényleg, én végül is egy ilyen kisebb számítógép vagyok, és keverednek az adataim. Tulajdonképpen most el van a processzorom azzal, hogy rendbe hozzam magam. Ha úgy tetszik, ez egy ilyen számítógépes smink, de szerintem előbb-utóbb arra megyünk. Na, lámpa vált. Nézd már, lámpa nem vált. Na, gyerünk már. Fogadjunk, ha kikapcsolom a kamerát, akkor egyből vált a lámpa. De most már just se. Just se.
kapcsolom ki, már csak azért se. Hát ez direkt csinálja velünk ez a lámpa. Most a keresztforgalmat engedi, nagyszerű. Na most már csak azért is kivárom. Nem kapcsolom ki a kamerát. Na vége. Na, egész komoly kocsisor verődött össze itt a hátam mögött. Tavasz, jönnek a motorosok. Azért először balra. Laci, ne hülyítsél meg engem. Willy Brandt alle. Oda érkeztünk. Most! Jobbra! Most utána már ott is vagyunk. Ha? És ott van szemben Masterflex nevű cég. Ide kell nekem jönni. Aha. Azt mondja, hogy itt megállni tilos. Akkor én itt most mit csináljak? Ha itt megállni tilos, hát mindegy. Ráállok én ide. Ja, azért ez jó volt. Nekem tetszett. Hát itt van a stop tábla. Olyan érdekesen vezetsz, mindegy. De hogy itt vagyunk. Nem is gondoltam volna. Itt megállok, megyek bejelentkezni. Hát, ha jól értettem, fiatal ember olyasmit magyarázott, hogy itt be kell menni. És aztán lesz egy csarnok. És majd ott kell nekem jelentkezni. Hogy itt jobb oldalon lesz valami csarnok. Majd mindjárt meglátjuk, csak ezt a fekvőrendőrt le kell küzdeni, mert ez óvatosan, mert olyan magas, hogy leszakad a sárvédő, meg minden. A pótkocsi az már könnyebben átugrik rajta. Csak itt a traktornál az első kerék mögött egész mélyen lent van egy ilyen, nem is tudom milyen lemez, így oldalról egy takaró lemez, és azt ha hirtelen átugratok rajta. Kérek fanfárt, mindegy, megérkeztünk. Na, örülök, Laci.
Aha, erre gondolt ez a csar, ja, vagy ott van még egy nagy épület. Aha. Aha. Húzódok én ide bal kézre, hogy hát ha innen valami targonca szeretne kijönni, és aztán itt megállok, rákérdezek. De megérkeztünk! Hát rakodás meg volt, felvétel nem készült róla, ugyanis majd itt lehet látni a bejárati nagy ajtónak az oszlopán, hogy micsoda jóképű fotózni tilos matrica van oda kitéve, úgyhogy nem készült felvétel a rakodásról. Ilyen részhúzal betétes gégecső a rakomány, ott látható bent a raktárba belőle. Hát szerintem nincs 5 tonna az egész, mert nem is rakták tele az autót. Azt mondja, hogy 11, 17, meg 2, 19 raklap lett összesen fölrakva. És hát ilyen kis könnyű az egész. Papírt azt majd itt elő fogok kapni a rampánál, ahol a kollega áll itt keresztbe, úgyhogy én is megállok itt a kapuba, és akkor na most megy el a kollega. Úgyhogy annyi, hogy kihúzok ide balra, ha sikerül leküzdeni előtte ezt a fekvőrendőrt. Igen. Na szóval mindjárt megyek papírért, és akkor utána indulás. A rakodás meg volt. És indulás van. Lehetne egy kicsit finomabban vezetni? Na, no, hányos vagyok. Na most itt egyenesen kell menni, azt mondja Laci. Na hát... eredetileg kedd reggeli lerakó volt, de hát a főnökség már sürgeti, hogy hát hétvégén nem kell nekem 45 órás pihenő, mert a múlt héten meg volt. Ugye? Akkor biztos oda tudok érni hétfőn. Úgyhogy aztán mondtam a főnökömnek, hogy persze, természetesen, hogy viharban tudnék odaérni, oda tudok érni hétfőn délután. Hát majd meglátjuk, hogy hogy sikerül odaérni, ugyanis hát ma tervezem Würzburgig, az körülbelül olyan 6 óra körül odaérek, és akkorra le is telik a 13 óra, és akkor holnap reggel valamikor elindulok, hát aztán megyek Ausztriába, ameddig lehet. Hát délután 3 óráig lehet menni. És aztán majd meglátjuk, hogy mi marad hétfőre. Hát valamivel Bécs előtt meg akarok állni, mert ugye Magyarországon Tilanon van szombaton, akkor ott Svehát, meg onnantól a határ felé szerintem az összes parkoló dugig van, úgyhogy az ottani parkolás az felejthető. És kérdés, hogy ma Würzburgnál lesz-e valami hely egyáltalán. Jaj, 50, jó.
lassítok. Habár Laci úgy tudja, hogy 70. De a tábla azt mutatja, hogy 50, úgyhogy akkor 50. Azt mondja, az lenne a jó, ha jobbra mennénk. Hát legyen neki igaza. És megyünk a 42-es autópályára. Ez egy olyan okos kegyere, aki hát én vagyok, hogy előre szól, hogy merre kell tartani ahhoz, hogy utána ne kelljen tülekedni. Jobbra. De még nem itt, hanem amott. Se mentünk a pályára. Vagyunk a pályán, de nem sokára le is megyünk. A 42-esről megyünk a 43-asra. Hármason fogunk haladni tovább, Münster irányába. Most ne gyűjjünk el a nép között, menjünk le az autópályára. A 43-asról letérünk a 40-esre. Az megy Wuppertalnak, bocsánat. 40-es pedig Dortmund. Mi megyünk a 40-esen Dortmund irányába.
Dortmund irányába. Most van az, hogy a 45-ös autópályát is elhagyjuk. Jöttünk rajta néhány kilométert. Na most hajtsunk le az autópályáról. Helyenként ez a német autópálya olyan gyalázatos állapotban van, hogy én meg vagyok döbbenve. Ez valami tragédia néhol. Esetleg mehetnénk lassabban. Tarts jobbra! Megyünk a 45-ösre Frankfurt am Main irányába. Jöttünk a 45-ös autópályán. Tartsunk balra, az jó lesz. Elkerültük Frankfurt am Main-t, és most hajtunk rá a 3-as autópályára. Würzburg, Nürnberg, München, meg mi van még arra? Nem tudom. Regensburg. Ebbe az irányba. Hát terveim szerint Würzburg környékére kéne eljutni. Jó lenne. És aztán holnap korán reggel indulnék tovább. Akkor pedig oda Bécs elé Alland nevű helyre. Jó lenne eljutni legalább, és akkor onnan már egy 500 kilométer maradna Nyíregyházáig, amit hétfőn le tudnék küzdeni. Hát nem tudom, hogy itt mi lesz a 3-ason. Főleg péntek délután, 5 óra. Oda néz, egy csíkfákból. Itt ilyenkor elég komoly forgalom szokott lenni, ha bár már elég messze vagyunk Frankfurttól. Talán itt már lezajlott. Na hát, 3-as autópályán haladunk. Itt már vagy nem is tudom, mióta oltári nagy földmunkákban vannak, de hogy mire készülnek, mi lesz itt, az rejtély. Az itt Spessart előtt van az emelkedőn, lehet, hogy az autópályát át akarják tenni oda, ott új útpályát építenek, vagy nem tudom. De hogy ezek a németek nem férnek a bőrükbe, ezek állandóan valamit csinálnak az autópályán, ez valami félelmetes. Jó, mondjuk van miből, mert a teherautósok, kamionosok azért megfizetik rendesen az autópálya díjat. Mondjuk annyit nem kell azért fizetni, mint nálunk, annál egy kicsit talán olcsóbb, de megkérik az árát itt is. De ott is, ott elő szembe, ott meg valami, nem is tudom, mintha hidat építenének, vagy viaduktot, vagy mi a bánatot. Így nem fogok én eljutni Würzburgig, az az érzésem. Würzburg előtt valahol már félre kell állni, mert itt ez a
meglassulás, ez csak eszi az időt. Na, itt állnak a toronydaruk. És valamit, valami olyasmi lesz ez, valami viadukt. Lehet, hogy itt ezeket a kanyarokat kiveszik az autópályából, azt kiegyenesítik. Elképzelhető. Elképzelhető. Majd meglátjuk. De hogy mi földet megmozgatnak ezek, az valami félelmetes. Itt is elhordták a félhegyet. Itt szembe. Ezekkel a nagy mafla, mik ezek, dömper, vagy minek mondjam, ezekkel hordják. Végig 80-as korlátozás, előzési tilalom, minden, ami kell. Az lesz itt valahova, oda át akarják rakni az autópályát, úgy nézem. Vagy valami új pályát építenek oda, csoda tudja, mi lesz ebből. Na, majd egy 2-3 év múlva kiderül. És mindjárt Spessartnál vagyunk. Úgy néz ki. Tesztes célpont, ugye? Száj ezt. Sikerül beesni a würzburgi parkolóba, remélem helyet is találok hamar, és akkor minden... Ide jöttük, hogy legyünk egy kicsit itt is. Mikor beállunk ott, hogy mi? Van még 3 egész percem a vezetési időm végéig. Eléggé levegősnek tűnik a dolog. Úgy néz ki, hogy talán ott a vége felé. Hát ezek itt ketten a kis autóval elfoglalták a helyet. Ez is nagyon jó, örvendetes. Na, itt is kis autó áll bent, nagyszerű, örülök, hogy ez miért nem a személyautó parkolóba tud beállni ilyenkor, ezt nem értem. Na, itt a kollega kajál. Ott lejjebb talán lesz hoppa, valami hely. Elfemettem, helyén jobbra. Igen. Hát ide beállok. Elment innen telefonálni. Egy picit közelebb teszem hozzá, hogy a másik oldalról, ha elmegy ez a lakókocsi, akkor azért legyen hely. Ennyi. És itt a vége. Megálltunk.
Jó reggelt kívánok! Március 15-e, 4 óra 30 perc az idő, és folytatjuk az utat hazafelé. A mai terv eljutni Ausztriába. Én hangzik az, hogy enyhe hányinger, így hallom legtöbbször, enyhén jobbra megyünk. Ausztriába Alland. Jobb oldali sáv, nem Árpád, enyhén jobbra. Alland nevű település közelébe a parkolóba. Na ezt mondd meg nekem, hogy szombaton reggel, hajnalba 4:30-kor miért kell előzési tilalmat kirakni egy autópályán? Ezt nem értem. Nem tudom miért. Olyan iszonyatos nagy turista forgalom van, vagy nem tudom. Nekem rejtély. És vannak ilyen szakaszok a németeknél, ahol így ilyen világítós akármi van, amit nyugodtan ki lehetne kapcsolni, és nem, ő fenntartja az előzési tilalmat. Na mindegy. És itt pedig oldja, ha jól látom. Igen. Igen, itt már oldja. Na jó, hát a 3-as autópályán haladunk, Würzburgtól indultunk, megyünk. Na, Hengersbergnél járunk. Ez a 111-es lehajtó. Többek között ide szoktam én betérni. Hi, we will go left. Hazafelé menet, és bevásárolok olyan dolgokat, amiket szeretnék hazavinni. Van itt 2 Autohof, ahol le lehet parkolni. Fordulj balra, szerintem. És 3 üzlet egymás közelébe. A reggeli indulásnál nem jól állítottam a szerkezetet. Ha bár nem tudom, de lehet, hogy jól állítottam. Ez? Itt van, persze, csak hülyeskedek. Arra kell majd menni mindjárt, de még nem. Menjünk el, balra. Bepirosodott, vagy besárgult, vagy mi ez. De azt hiszem, jól állítottam, mégiscsak csak utána kapcsoltam valamit nem jól. Nem zöld a lámpa, megvárjuk a szemből érkezőket. Irányjelzője volt a fickónak. A jobb oldalon tessék parkolni, vagy legalábbis a jobb oldalon kell bemenned, a házszámot így állítottad be, mit tudom én, és akkor utána menjünk tovább szépen. Na hát itt szembe, gratulálok. Itt van jobbról, az ez első az autóhoz. Főpontot helyesen meglőttük, tényleg, hát ide találtál, milyen egy ügyes ember vagy, és akkor most intézd el a dolgodat, és menjünk tovább. És itt bal oldalon szembe itt van a másik. Hát én itt most nem tolatgatok, hanem itt orral beállok én ide.
elintézem a vásárlást, aztán megyünk majd tovább. Majd menjél balra. Nem most, nem most, nem most, te kis kócos. Vásárlásnak vége. Most megpróbálok innen kitolatni. A kollega olyan klasszul beállt ide elém. Elén, mellém, ide bal oldalra, hogy nem húzta be rendesen a pótkocsinak a hátulját, hanem így ferdén itt hagyta. És aztán én megpróbáljak meg kitolatni úgy, hogy ki is férjek. Na, mutatom, hogy mi látszik a tükörből. Meg a másikból, ott van hely bőven. Aha, na itt rájött a kollega, észrevette, hogy hoppá! Hozzáért a ponyvához égni. Most már látok is. Mert itt attól függetlenül, hogy én tolattam, itt a hátam mögött erősen jöttek, mentek az autók. Na most lehet látni, hogy ott mehetik hátrafelé. Égni. És most viszont már fordulhatok is. Na hát itt benne vagyunk a szombati nyüzsgésbe. Befordul arra, jött egy személyautó hátulról. Újra tervezek, tudod mekkora meló? Na itt bent hátul is csináltak egy teherparkolót. Az áruházhoz, a bolthoz. Tessék csak menni. Vettem pár dolgot, amit viszek haza, édességet. Fogkrémet például innen szoktam vinni. Az a fogkrém, amit otthon hirdetnek, ilyen fogínyvérzés, meg nem tudom én milyen dolgoknak a megelőzésére, egyébre, amit én használok már hosszú évek óta. Otthon most már olyan 1000 forint körül van egy tubus, itt 2,10 €. Hát nem mindegy. Hello, szép fiú, mindjárt jobbra. Na, kibővítették ezt a parkolót is, most nézem. Azt nem is vettem észre most, hogy bent voltam, hogy itt hátul még tovább bővítették ezt a hofot. Na, beruháznak. Jó van. Hát kell is, mert gondolom jól jön a bevétel. Minden versbe kell a rím, jobbra megyünk azonnal. Mert ez annak a hofnak a hátsó parkolója, ahol álltam, csak ez eddig nem volt itt így megcsinálva. Ezt valami török nemzetiségű valaki vette át még valamikor egy évvel, két évvel ezelőtt, ha jól hallottam így kollégáktól. És aztán úgy látszik, hogy beruház a fickó. Bővít, és akkor ezáltal bővül a bevétel. Na hát, megyünk. Ausztriába érkezünk. Zuben nevű határátkelőnél, szokás szerint.
ez itt az Inn nevű folyó. Ha jól tudom. Ja, kollega csak kitalálta, hogy mégsem megy be a parkolóba. Vagy emit akarnak bemenni? Aha, igen. Ó, a két jó. Jó képességű, a kijáraton megy be. Igen, hát így kell ez, gyerekek. Nem kell csinálni semmit, menni kell tovább. Még Ansfeldennél majd megállok egy szokásos kebabra. Meg átsétálok a Hofferba. Van rendelés. Nejem keresztanyja kért, hogy nézzek meg valami kozmetikai cuccot, amit otthon elég ritkán lehet kapni. Hát, ha itt van. Na hát, itt vagyunk, hát hol lennénk, és haladunk. Ausztriában járunk az A8-as autópályán, és most fogunk letérni. Mert itt ketté válik a pálya, és megy egyszer Linz és Bécs irányába. Érdemes balra tartani. Amerre mi is megyünk, az lesz a 25-ös, igen, 25-ös. És az A8-as pedig megy tovább Salzburg, Grácz irányába. Megtennéd, hogy egy kicsikét lassabban légy a kátyúval? Hogyne. De hát most én arra felé nem akarok menni, most inkább erre. Linz-Szentpölten-Wien. Ez a főcsapás iránya. Vége lesz a 25-ös autópályának, és bele torkolik az 1-es autópályába. Itt is lehet menni Salzburg, Graz és Bécs, Linz irányába. Érdemes lenne kicsit balra tartani, mert mondjuk hát innen, ahol a műszerfalra mondjuk ragasztok, főleg az mellét látom, és ez nem nagyon jó, de mindegy. Szóval innen, ahogy azért egy kicsikét hátra pillantok, azt látom, hogy ebben a forgalomban önt rohadtul nem fogják beengedni később, úgyhogy menjünk balra. Úgyhogy mi balra tartva a Linz és Bécs irányába megyünk. Bizony.
körbe, arra kell tartani. Jobboldali sáv az letér az autópályáról. Ide föltámadt a szél. És itt van az Ansfeldeni benzinkút és parkoló egyben. Autópálya alatt át lehet menni a túloldalra, és ott a túloldalon van mindenféle üzlet. Cipőbolt, ruhabolt, élelmiszerbolt, stb. És oda kell nekem átballagni. Úgyhogy itt most kicsit megállunk egy rövid időre. Újra tervezés. Hát mi van ennél szebb? Gyöngyvirág, körforgalom, lombhullás, csodálatos. Az első kijárat lesz szép, meg jó. Egy parkolóhely. Ez egy nagyon jó körforgalom lesz. Az első kijáraton rögtön ki lehet jönni belőle. Parkoló az nagyon szép lenne, Laci. Szeretek, mondjuk a gombokat azt nem. Az alagutakat is csak akkor, ha van GPS vétel, de a körforgalom, hát azt annyira imádom. Az jön. Majd az első kijárat, az egy... Hát megnézem, hogy hát ha itt. Hát ha itt ezen a soron van jó, valami, mert itt tervezek, van az alagút szembe. Még egyszer utoljára. Aluljáról, itt lehet először átmenni. Engedem mondjuk jobbra. Újra tervezés. Hát itt ez nagyon tele van, azt a mindenit. És érdemes egy picit így balra húzni. Nem úgy, belenéz tükörbe és akkor, na, hülye. Szóval, balra tartunk. Hát én itt nem látok sehol egy deka parkolóhelyet se. Ha csak nem, itt a... Hát itt nem férnek el tőlem, ha kamionnal jön valaki. Átnézek a túloldalra. Csináltam egy hátraarcot, és most megpróbáljuk ezen az oldalon, hogy van-e hely a parkolóba. Most hagyjuk le az autópályáról, majd az, utána, hogy... hát igen, kihagyjuk a valóban. Az, hogy 11:30-kor már dugig van a parkoló, azért ez furcsa. Nézegessétek meg, utána ujjatok vissza az autóba, és balesetmentesen haladjatok tovább. Na, ide értünk. Én mellesleg vidám vagyok, mert már a felén vagyunk az útnak, már ugye elméletileg, mert ez egy ilyen hát, célpont volt, és szeretném, ha utána gyorsan tovább mennénk. Na, ennek a kollégának jól lejött a karoma. TV-antennáját, úgyhogy inkább átjövök erre az oldalra, és beállok ide a nagy gépek mellé. Aztán arra a kis időre ez menjünk jó lesz. Menjünk le az autópályáról. Na,
aztán megszállunk valahol, és érted? Amíg én itt elintézem a dolgaimat. Ki akar menni? Ki tud menni a másik tolat egy kicsit, ha ki akar menni? Én meg mindjárt jövök. Hát sajnos amiért mentem, azt nem kaptam. Pedig egyesével végignéztem az egész kínálatot. Nem volt nehéz, mert alig-alig volt valami ilyen kozmetikai cucc, vagy 15 féle valami volt. Úgy összesen a fogkrémtől a hajlakon át samponig. Úgyhogy nem volt különösebben nehéz végignézni, de ami nekem kellett volna, az sajnos nincs. De viszont vettem egy kebabot, úgyhogy éhen halni már nem fogok. És most vissza kell fordulnia pályára valahogy. Remélem nem jön senki, nem. Nem dudált, nem csikorgott, úgyhogy nem jött. Jaj, igen, itt is. Nekik van elsőbségük, de nem jött senki. Kint vagyunk a pályán. Laci azt mondja, hogy itt menjünk a pályáról. Remélem tudja, mit beszél. Annyira utálom ezt, komolyan. Hát nem, csak egyszerűen unom. Tulajdonképpen nem utálom, nem utálom. Szeretek szólni, hogy majd merre kell. Én már tudom, hogy később merre kell menni. Csak nem mondom el. Balra! Ismert meg Ausztriát. Azt rész. Nézem, hogy hát balra kéne menni, majd. Igen, azt mondja, hogy balra, mi baj történhet? Igen. Na, van itt kamion. Fordulj balra, szerintem. De jó, ez a szombati csihi-puhi. Na mire mi odaérünk, addigra pont elindul a sor.
De hát az is jön, mint a távirat. Majd a következő. Így itt áll. Ugyebár itt bele kell kalkulálni azt is, hogy a hátunk mögött van még vagy 15 méter. Annyian voltak ebbe a boltba, hogy félelmetes, nem gondoltam volna, hogy... Önnek elkódoltam az egész autóját. Ahhoz, hogy megadjam a kulcsot, a bankszámlámra kellene átutalni egy nagyobb összeget. Itt azért van vásárlóerő, meg hát lehet, hogy itt is az olcsóbb helyeket keresik. És valami embertelen szél támad. Leettem a térképet, de szerintem balra. És kövessük a főutat. Oké. Kövesd a főutat, de nem csak egyszerűen kövesd a főutat, hanem balra, balra. Tartsunk balra, jó? Ez mondjuk az az okosság, amit kevesen szoktak magukévá tenni a nagy forgalomban. Rendszerint a jobb szélső sávból akarunk aztán később balra kanyarodni, ami lúzerség. Lúzerség mindenképpen, aztán lehet magyarázkodni, és akkor tudom ajánlani, hogy amikor neki megy valakinek ön, akkor utána, ha kiszáll az autóból, akkor kezdjen ezzel, mennyivel jöttél? Így szokták. Bécs felé vezető oldalán. Hát, itt ezt a parkolót elnézve, mondjuk ez egy elég népszerű parkoló, de hogy így tele legyen, és azt a túloldalt is kibővítették most már rendesen, mert eddig, hát korábban, mit tudom én, befér 50 autó, most meg befér 150, és még ez is kevés. Hát nem tudom, ahol én terveztem a hétvégét, az meg egy elég kicsi parkoló. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Valahol meg kell állni, majd kiderül, hogy hol lesz az. Na, tehenek, lepihentek. Hát ez ugyan még nem az a hely, amit én bejelöltem. Újra tervezés. Tessék belenézni a bal oldali tükörbe, arra kell tartani. De megnézem, hogyha itt van valami. Van valami elfogadható parkoló. Akkor megállok itt. De az a másik hely, az 40 kilométerre van innen. Mi lenne, ha bemennénk a körforgalomba, mert hát ugye ez van előttünk. A harmadik kijáratra majd vigyázz, hát azon kell kijönni.
Hú, de nagyon messze van az épülettől a teherautó parkoló. Ajaj. Ajaj. De, körforgalom lesz. Majd a harmadik kijáratra vigyázz nagyon. Szerintem onnan nincs internet elérés, az nagyon messze van. De igazából internet miatt akartam volna megállni ilyen Rosen valami étterem mellett. Menjél a harmadik kijáraton! De hát ott nem is láttam, hogy lett volna hely. Úgyhogy így megyünk tovább. Magyar szállt át a kocsin. Hát itt bal oldalon építettek egy új éttermet, szállodát, benzinkutat, nem tudom én mi ez. Még nem voltam ott, hogy megnézem. Hát ha van valami jó kis hely. Egyáltalán van-e teherautó parkoló? Innen még mindig 14 kilométerre van, ahova menni gondoltam. Ödös egy ember vagy, újra tervezek. Aha. Menjünk bele a körforgalomba, a 4-es kijáratra majd vigyázz. Hát itt is a teher parkoló az jobbra található. Azt mondom, hogy a körforgalom őrtorlasz. Csak sokáig kell magyarázni, hogy az mit. Eddig én csak egyre gondolok, az jön körforgalom, hát rázsd meg hát a őrtorlaszon valami, 4-es kijárat lesz jó. Há, nem, ott mégiscsak ott van a teherparkoló mögötte. Négyes kijárat. Na. Fabrikálni kell a bácsi egy új útvonalat. Szépet, fényeset, szélesen, jó, hogy rajta tudj maradni. De aztán nem elszúrni, Megnézzük, talán itt a szélén jó lesz, és akkor megnézem, hát ha van itt valami internet elérés. Meglátjuk. Hát van internet elérés. Elég gyenge. Mivel itt egy... Hát gondolom az lehet a probléma, hogy... Na, újra tervezek. Nem is egy újra, ötre. A parkoló végébe itt a kollega beállt keresztbe. Az vagy nekem mi, testnek a kenyér. Mindjárt jobbra megyünk. Oda ügyesen ez a Toto feliratos, hát miért is ne a halszálkába álljon, miért? De az úgy nem jó, az úgy snasz. Itt keresztbe kell állni a parkolóba. És hát ő takarta az épületet, most időközben meg jött egy másik kamion, az meg beállt mellém, az még jobban eltakarta, úgyhogy itt lett a vége. Lesz egy közforgalmú. Na, Kubi, örülünk? Ha, a második járaton? Majd kimegyünk. Úgyhogy megyek tovább. A második tovább. Járat lesz jó a körforgalomban, amely hát kör alakú. Második járaton futunk kifelé. Remélem, hogy ott lesz hely, amit kinéztem. Érdemes lenne jobbra tartani, meg hát mindenképpen meg is érni, ha nem akarod utána lelögdösni a biciklistákat. Tizennégy kilométer. De nagyon klassz kis új étterem, meg benzinkút parkoló, gondolom kultúrát még nincsen szét barmolva. Na, itt meg villog a sebességmérő szerkezet. Na, hát megyünk még egy kicsit. Itt van az, hogy elágazik az autópálya. És az A1-es az megy tovább befelé Bécs központ irányába. Tarts jobbra!
Mi pedig megyünk a bécsi M0-áson, az A21-esen. Tovább. Megtenné, hogy körülnéz. Nincs japán az utcán. Laci, itt senki nincs az utcán. Szombat délután van, mindenki otthon ül, nézi a tévét, nem tudom, kirándul, ebédelnek, stb. Stb. Na, közelítünk. Halland. Itt van a hely, amit bejelöltem. Hát csak legyen parkolóhely. Az itt a kérdés. Itt vagyunk a bécsi dombok között. Nagyon szép, szép kis hely. Csak parkolóhely is legyen szép. Olyan, na, ahol... hogy navigálnod. Én örülök ennek az egésznek. Szóval ez az a dolog, vagy hely, amit beállítottál, hogy majd meg szeretnéd nézni. Nézzük. És utána menjünk tovább. Ja, a bal oldalon van a hely. Vagy hát a hely. Hát mindegy. Igen. Most Laci majd jajgatni fog. Most egy picit hallgatok, és akkor utána még majd domálok. Mert nem kifejezetten a parkolót adtam meg neki. A minden itt, ez a parkoló, ez eléggé tele van. Aztán majd kiderül. Hát én most itt balra fordulok, Laci. Mert ott bal oldalon van a hely, amit én keresek. Na, fabrikál neked a bácsi egy új útvonalat. Szépet, fényeset, széleset, jó, hogy rajta tud maradni. De aztán nem elszúrni, ám. Oké. Tökéletesen balra. Nem tökéletesen. Csinálok neked egy új, nagyon szép útvonalat, de azon aztán maradj rajta, jó? Balra! Aha. Hát a múltkor a fiatalember az ide állított engem a kukához. Index, balra, kormány, balra, megyünk balra. Hát megnézem, hogy beférek-e én ide, a kollega mögé. Hát nem. Belóg a hátulja a benzinkúthoz. Hát akkor ott a parkolóautók mögé megpróbálom, megnézem, hogy ott elférek-e úgy, hogy mellettem elférnek, vagy pedig lent, itt én ezen az oldalon a bal szélére ide félreteszem magam. Teherforgalom úgy se lesz. Ha csak nem a hűtősök fognak majd jönni-menni. Tőlem mindenki, nem vagyok útba senkinek, remélem a benzinkutasnak se, úgyhogy itt vagyunk, megjöttünk. Jó reggelt mindenkinek! Március 17-e van,
hajnal 3 óra 50 perc. Ausztriába, Alland nevű városba vagyunk éppen, és indulunk Magyarország felé. Hétvége. Legtöbbször azt szoktam mondani ilyenkor, hogy egyenesen, de inkább menjünk balra. Elég pocsék idő volt, nem tudtam csinálni szinte semmit. Hát nem szinte, hanem semmit. Szerencsére itt van internet elérés. És hát így egész hétvégén. Meg tudnál állni, pici? Kösz, jobbra megyünk mindjárt. Nyomtam az internetet. Hát sajnos arra nem jó, hogy feltöltsek. Mert ahhoz lassú a kapcsolat. Viszont arra, hogy az ember Facebookot ezt-azt nézzen, meg családdal beszéltem, arra jó. Jobbra, kanyarodjon le valahol, ahol hát úgy sikerül. Hát itt sikerül. Ha ön japán lány, akkor írjon levelet, csak érthetően mondom, mert ha japán, akkor nem beszél jól a magyarul, gondolom. Please write me a letter, yakso@yakso.hu. És itt vagyunk az A21-es Bécsi M0-áson. Haladunk. Na hova jöttünk? Hát ide. Egyes halom, Nickelsdorf határátkelő hely. A jó irányba, hazafelé irányba. Csak hát ezt már szombaton meg kellett volna tenni. Tartsuk balra, jó? Ez mondjuk az az okosság, amit kevesen szoktak magukével tenni a nagy forgalomban. Rendszerint a jobb szélső sávból akarunk aztán később balra kanyarodni, ami lúzerség. Lúzerség mindenképpen, aztán lehet magyarázkodni, és akkor tudom ajánlani, hogy amikor neki megy valakinek ön, akkor utána, ha kiszáll az autóból, akkor kezdjen ezzel. Mennyire jöttél? Így szokták. Na hát március 15-én ünnep volt, és ezzel együtt kamionstopp. Úgyhogy sajnos nem sikerült 15-én errefelé jönni. De hát, ahogy szoktam mondani, ami késik, az egyszer eljön. Úgyhogy most jött el a pillanat. És itt vagyunk.
mérlegre, nem kell rámenni. Szépen lassan elgurulunk mellette. És érdemes egy picikét így balra húzni. Nem úgy, nem úgy, nem úgy. Belenéz tükörbe és akkor, na, hülye. Szóval, balra tartunk. Oké, Laci. Na ez milyen rendszám? Iráni. Vagy iraki. Ír. IR. Valami olyasmi. Sárga táblán ilyen arab ákonbákonok vannak. Hogy ide is miért nem tudnak csinálni egy valamekkora parkolót, vagy legalább kiszélesíteni ezt a patkát. Jó, múltkor is, amikor jöttem hazafelé, föl volt ázva a patka, azt valamelyik olyan szinten sikerült neki lemenni, hogy kamionmentő szedte ki a sárból, mert majd fölborult. Na. Elég gyengén gyorsul ez az iráni. Tessék belenézni a baloldali tükörbe, arra jármű kell tartani. És itt vagyunk az M1-esen, és haladunk hazafelé. Hát utolértem ezt a sárga járművet. A kedvencem, mert itt tilinkózik, hogy hol 75-tel, hol 80-nal, 82-vel, hol így, hol úgy. De hát olyan nagyon nem érdekel a dolog, ugyanis most itt letérek az autópályáról, és elmegyek Komárom irányába. Komárom irányába, és akkor az 1-es főúton, aztán a 10-es főúton be Budapestre, és akkor a 11-esen ki. Ödös egy ember vagy, újra tervezek. A 11-esen ki Budakalász irányába, és úgy át a Megyeri hídon. Mi ez a szarzene, amit hallgatsz egyébként? És az M0-ásról az M3-asra térünk rá, és azon aztán irány Nyíregyháza. De közben azért fog még történni egy-két dolog. Terveim szerint találkozok Hallgat Peti barátommal, azt ott a 11-es úton fogjuk megejteni, és hát még nem tudom, hogy mik a tervei a főnökségnek, hogy most haza tudok menni éjszakára, vagy mindenképpen ragaszkodnak hozzá, hogy én még ma fönt legyek Nyíregyházán, nem tudom, hát majd meglátjuk. Mert ha ragaszkodnak hozzá, hogy fönt legyek Nyíregyházán ma, akkor csak úgy futólag találkozok a feleségemmel, és akkor kipakolom a... Ó, átmentünk a kapu alatt, és itt visít mindenki már megint. És
ugyebár akkor kipakolom a holmit, a szennyes ruháimat, meg amiket vásároltam kint, ilyen itthonra szánt dolgokat, aztán megyek tovább. Ha pedig marad a holnapi lerakás, akkor viszont akkor is találkozok a feleségemmel, csak akkor együtt megyünk haza. Úgyhogy ezek a tervek, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na, megérkeztünk Komárom városába. Kezdődik a... Nincs idő, ez körforgalom, 4. kiárat. Kezdődik a reggeli jövésmenés. Óra 17 perc van éppen. Még elég korán van, de most már gondolom ilyenkor már indulnak munkába az emberek, sőt vannak, akik már munkába vannak. Na, jól van, újra tervezek. Még egyszer utoljára. Ez már az 5. kijárat? Akkor túlmentél, menj egy kör, 4. kijáraton menj ki. Érdemes balra tartani, mert utána nyilak lesznek, bizony. Aha. Na, a Lacinak nem adtam meg köztes pontot sehol, úgyhogy most ő megvan egy kicsit szelesedve. Itt jobbra látható valami. Nem tudom mi ez, városháza vagy mi lehet, de nagyon szépen megcsinálták itt az elmúlt időkben a környezetét, meg az épületet is. Biztos a vízihert, tartsunk balra. Mondjuk erre az útra ráférne valami kis javítás. Hát majd talán erre is sor kerül egyszer. Mint látható, Budapesthez közelítünk a 10-es úton. Solymár magasságába áll a sor vége. Amiből az következik, hogy hát itt még egy kis idő el fog telni, mire Budapestre beérünk. Na hát lassacskán haladunk, közben meg kellett állnom itt kint a téglagyárnál egy 45 perces pihenőt tartani, de hát nem csökkent a járműforgalom egy cseppet sem. Hát közben beszéltem a főnökömmel, és mondja, hogy jött egy másik autó is, ugyanezt az árut hozza, mint én, ugyanilyen papírral, és ő már fönt van Nyíregyházán, úgyhogy szedik lefelé az árut, úgyhogy menjek föl én is ma Nyíregyházára, mert akkor valószínűleg ezt az árut is le fogják rakni. Hát mondtam neki, hogy utána nekem időm körül úgy nem nagyon marad semmi további tevékenységre, mert 4,5 órán már elment a napból, újabb 4,5 óra még fölérek körülbelül, úgyhogy majd meglátjuk. Hát, hogy akkor most az a verzió van, hogy találkozok Petivel itt a Szentendrei úti bevásárló áruház vagy központnál, áruháznál, aztán utána megmegyek a nejemhez, vele találkozom,
Hát ezt az üzenetet most nem értem, hogy miről van szó. Na mindegy. Főnököm. Főnököm most írja, hogy felrakás után le tud váltani, hogyha gondolom. Úgyhogy akkor valószínűleg ez lesz majd. Majd meglátjuk, hogy alakul. Majd megkérdezem apósomat, hogy be tud-e jönni értem a Nagykőrösire, hogy kipakoljak, vagy most kipakoljam az autót, nem tudom, hogy mi legyen. Na majd meglátjuk, minden esetre innen már lehet haladni. Hát, mint látható, Vörösvári úton még javába tart a sínpályának a felújítása. Na, nem tudom, hogy átférek-e én itt még a zöldön. Átférek persze, ezt a két autót beengedem, ha bejönnek. Nagyon szívesen, nagy uram. Folynak a munkálatok. És a jó kis V8-as kamazok még hadrendbe állnak. Pár évvel ezelőtt még én is ilyen járművel nyomtam az ipart. Na, hát majd egyszer csak elindulunk, azt lesz velünk valami. Hát igen, itt a fő probléma oka, hogy a belső mindkét sávot itt a daruzás miatt lezárták, és egy sávra szűkül össze itt ez az egész. Na, de majd talán a következő lámpaváltásra átjutunk. Minden esetre már egy bő fél órája ballagok itt befelé. Talán most már sikerül. És itt nem értem, hogy miért nem tudják megoldani az autósok azt, hogy aki itt van ebbe a sávba, ahol én állok, az megy tovább, és a belső sávba fog bemenni, egy ilyen sáv elhúzásszerűen, és akik a szélsőbe jönnek, azok meg be tudnak jönni a külső sávba. Nem, itt most mindkét sávból egy sávba tömörülnek össze, aztán majd valahol egyszer csak ketté válik megint a dolog, nem tudom. Hogy egy ilyen sárga csíkot fölfedsettek volna ideiglenesen ilyen sávelhúzós mutatvánnyal. Na mindegy, hát nem kell nekem mindent érteni. Na nézd meg, akik itt mennek, az tartja magát ebbe a sávba, véletlenül se húzódna be egyéb. Egyel, nehogy már sikerüljön a dolog. Na, innen már jók vagyunk. Valaki mindenképpen vissza akar forgatni. Szeretném, ha megfordulnál. De hát nem fordulunk, mert... Na, jól van, újra tervezek. Még egyszer utoljára.
ő az Árpád hídon szeretett volna. Megtennéd, hogy egy kicsikét lassabban megy a kátyukkal. Hát, Laci, itt nem könnyű kikerülgetni őket, de majd igyekszem. Na és ha minden jól megy, itt perceken belül találkozok Peti barátommal. Hát sajnos itt van egy jóképű nagy teherautóval behajtani tilos tábla, amit én most hát eléggé el nem ítélhető módon figyelmen kívül hagyok. Remélem, hogy nem lesz belőle probléma. Újra tervezés. Azon gondolkodom, minimál arra, hogy körforgalom, bőrtorlaszom. Csak sokáig kell magyarázni, hogy az mit. Eddig én csak egyre gondolok. Az, igen, Laci tudja, hogy ide nem lenne szabad bejönni. Valami négyes kijárat leszünk. Szerintem az a kijárat jó, amelyik a negyedik. De hát én most ide becsapatom. Újra tervezek. Tudod, mekkora meló? Ismerős ez a környék. Vagy itt születtem, vagy ide jártam nőhöz. Mindjárt jobbra megyünk. Itt gondoltam, hogy megállok ezen az úton. De hát... ezek szerint nem jól mondtam el a Peti apjának. De aztán lehet, hogy kiszúrják. Mondjuk elég nagy ez a jármű. Na, Laci azt tudja, hogy nekem nem kéne ide bejönni, de... ez van. Na, hát itt várakozó állásponton vagyok. Na, hát szerintem most jött Peti. Köszönjük szépen még egyszer. Szervusztok. Sziasztok. Na, hát találkozás meg volt Petivel. Láthatóan örült a dolognak. És bementem, beszaladtam, vásároltam gyorsan kenyeret. A nejem mondta, ha már megállok itt, akkor vegyek
kenyeret, mert otthon fogytán van. Úgyhogy most már irány Békás-Megyer City. Ezt a felüljárót csináltak vele valamit a tűzoltók, itt a rádióban hallottam. De nem látom, hogy mi lehetett a baj, a szél állítólag valami kárt tett benne. És itt valami közlekedési probléma volt. Na, befordultok gyerekek, vagy ez mit csinál itt csak? Ja, aha, jött az elmős autó, azt én nem láttam. És autó elkerült el figyelmem. Szabad menni személyautóval, igen. Teherautóval 50, igazad van. Na hát most 60-nal megyünk, úgyhogy az még... Én átlagot vontam, 50 és 70 között 60-nal, az még bocsánatos bűn. Véleményem szerint, és így talán még a zöld hullámba is benne vagyunk. Ugye itt a lámpák úgy vannak állítva. Ez az, Tumi, nyomjad neki! Hogy egy szuszra végig lehessen menni, mert ha 50-nel megyek, akkor minden harmadik lámpánál meg kell állni. És hát az nem igazán jó. Megérkeztünk Csillaghegy városrészbe, és ott a távolban látható már a lakótelep épületeinek egy része. 15 emeletes, 10 emeletes. Kerékpáros itt játszik az életével. Pedig lent a Dunaparton van kijelölve a kerékpárút. És aztán itt régen még ilyen kerékpárral behajtani tilos táblák is voltak kirakva, nem tudom most hova lett. Na, úgy látszik, leszerelték őket. Na hát itt megint van egy csúnya 12 tonnás zóna tábla. Na hát itt mondjuk, ha tovább mennék a következő kereszteződésnél, ott a lámpánál, ott van egy ugyanígy 12 tonna, de kivéve célforgalom. De hát itt is vannak, itt van valami, nem is tudom, ez még szénhidrogén kutató egyáltalán? Régen az volt. Na, jól van, újra tervezek. Még egyszer utoljára. Ide is szoktak jönni teherautók, akkor itt az utcában, ahova megyek, ott van egy élelmiszer nagyker, oda is szoktak jönni kamionok, úgyhogy... Egy picikén togyogósra vette a figurát, ezt most komolyan mondom. Meg álltál, nem jössz? Jó, akkor én jövök, köszike. Tervezek, tudod mekkora meló? Oké, Laci. Hol a GPS? Itt van, persze, csak hülyéskedek. Arra kell majd menni mindjárt, de még nem. És hát itt szoktam én megfordulni. Jobbra majd máskor megyünk, most balra. Ha nem jön senki a hátam mögött. Kirakom ide a kamerát, hogy hát ha... Jaj, hogy rakjam, hogy nagyjából látható legyen. Na, újra
tervezek. Nem is egy újra, ötre. De szoktam betolni a végét. Jaj. Most azért úgy kell, hogy ez az autó megmaradjon egészbe. Igen. Ott egy másik zöld autó, az viszont elég jól le van bontva. Na és akkor itt... És itt már vissza is fordultam. Itt megvárom a kis családot. Mármint a nejemet. Ja, hát... Találkozó meg volt, kipakoltam a motyót, amit kellett. Szépen jobbra, aztán majd kiderül. Utána, ha jól nézem, akkor jobbra. Irány Nyíregyháza. Jobbra? Kanyarodjon le valahol, ahol hát úgy sikerül. És utána arra. Igen, itt majd. Éj, micsoda szép sárgával. Egyenesen le, balra. Sárgára milyen szépen fölcsíkozták itt a középső részt. Szépen úgy jobbról elengednek, köszönöm szépen, köszike! Jobbra kellene tartani, jobbra, komolyan. Én itt voltam legutóbb, és később már nagyon nehéz lesz kihúzódni. És kint vagyunk a Szentendrei úton ismét, vagyis hát 11-es számú főút. Megyünk a Megyeri híd irányába. Kaptam rántott húsit, úgyhogy valószínűleg azt fogok nyammogni itt útközben, rántott húsit, mert ma még túlzottan sokat nem ettem, itt a pihenő és azzal telt el igazán, hogy telefonálgattam. És megérkeztünk M0-ásra, Megyeri hídra. Akárki akármit mond, szerintem szép. Szép, impozáns építmény. Cső, kollega, szevasz. Biztos meg lehetett volna ezt oldani másképp is, vagy olcsóbban, nem tudom. Ugye sokan kritizálták, hogy ilyen presztízs beruházás, meg nem tudom én mit, hogy nem így kellett volna, hanem ezt másképp is meg lehetett volna csinálni, biztos. De jól néz ki.
fákból. Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. Érdemes balra tartani. Határos módon. Ez az, Bubi, nyomja neki! Személyautó beengedett. Villogott, hogy beengedett, és lassított, fékezett, és beengedett. Ez meglepő. Hungaroring! Na és itt el se vesszük a gázt Nyíregyházáig. Suhanunk. Látható, itthon is folynak a mezőgazdasági munkák. Igaz, hogy nem olyan böszme nagy traktorral, mint tőlünk nyugatabbra, de dolgoznak. Közelítünk utunk vége felé. Rövidesen le kell menni a pályáról. Azt mondja Laci. És én hiszek neki. Na most hajtsunk le az autópályáról. Én láttam már balesetes képeket. Tűzoltóság.hu. Laci, ne lássál rémeket, 37-tel megyek a 40-es táblánál. Neked meg már mindenféle rémképeid vannak itt. Egész máshova visz engem ez a GPS, mint amerre felé én emlékszem ennek a játékgyárnak a területére. De valamit hallottam, hogy valami nagy stratégiai megállapodás, vagy nem tudom én mi született velük, és hogy bővítik a gyárat, akkor lehet, hogy ez az új részleg lenne, ahova én most viszem ezt a motyót. Elképzelhető, mert nagyon nem arra felé akar vinni, mint amire én emlékszem. És már megvan holnap reggelre a rakodás, reggel 6 órás rakodás a hűtőgépgyárba. Ez a fuvar Svájcba megy. Hát valószínűleg nem én fogom végigvinni. Ugyebár mondta a főnököm, hogy valaki be tud ülni helyettem, hogy egy pár napig otthon maradjak. Úgyhogy írtam is neki, hogy jaj, de jó lenne. Én ez a Laci, ez mit akar velem, merre akar ez engem vinni? Úristen, ez egész be a városba, vagy hol? Jézus ereje! Várjál, lehet, hogy már túlmentem?
Laci, ez valami... Ujj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 
mindegy, hát megyek, aztán figyelem a táblákat. Ide a régi helyre? Azt majd ott megmondják, hogy hova kell menni? Azt hiszem az lesz. Azt hiszem az lesz, hogy mégsem megyek én oda, ami címet nekem most itt megadtak. Hanem ide jövök én a régi helyre. És ott megkérdezem. Mondjuk ahhoz már túljöttem egy kicsit, de mindegy, innen vissza tudok menni. Nagyon óvatosan kezdenék bele ebbe a mondatba tényleg, mert a múltkor már kaptunk ilyen értesítést, hogy egy navigációs egység hirtelen azt mondta, hogy jobbra, és akkor valami hülye elrántott, akkor megy jobbra, az itt, de ott kell, és ettől megölt egy fél óvodát, nem jó. Szóval majd jobbra megyünk, de óvatos. Sokára jobbra kell menni, de tényleg. Mert Laci valahova nagyon-nagyon be a mező közepére akar engem vinni, oda földutak, mondjuk írta is, hogy földutat is tartalmaz. De biztos, ami zihere elmegyek én inkább ide, és akkor itt majd megmondják, hogy tényleg oda kell menni a mező közepére. Minden versbe kell a rím, jobbra megyünk azonnal. Jó. Táblája a cégnek, hogy arra felé van. Úgyhogy az a biztos, megkérdezem én ott, hogy most tényleg oda kell menni a mező közepére, vagy ide csak nem jó helyre hozza a GPS a címet. Meglátjuk. Szeretném még ide beugrani, és utána tovább menni, a bal oldalon tudsz parkolni, remélem, innen úgy látszik, hogy van hely, valahogy old meg, és akkor utána hisiessünk, annyira lelkes vagyok. Gratulálok, az első célpontot helyesen meglőttük, tényleg, hát ide találtál, milyen egy ügyes ember vagy, és te jól bírod a kombot, mert én hányok rajta. Ez körforgalom, csak úgy gondoltam, elmesélem. Oké, köszi Laci. És teljesen időben vagyunk, mert 13:30 van. És én azt mondtam a főnökömnek, hogy körülbelül 2:00-re ide érek. Ez egy kicsit sok lett ez a sebességfokozat. Látod ezt a körforgalmat? Na, ebbe menj bele, és rögtön az első nem megy ki, a második, a harmadik,
negyediket, azon megyek, azon, az is jó lesz, vagy az ötös. Hát én most itt egy, kimegyek. Kettő, hát ott van, négyes kiárat, látod? Várjál, csak ott azt mondja, hogy teherautóval. Újra tervezés. Arrafelé nem. Akkor ez mégse az. Vagy mégis az. Hát azt tudtad, hogy én is kínai gyártmány vagyok? Hát hogy ne lennék az? Hát vagy nem sokára jobbra megyünk. Hát fiam, az, hoppá, akkor elköptem, utána balra. Ahonnan van itt a behajtás, mert ott teherautós tábla van. Aha, ott van-e. Teherautó bejárat jobbra. Kötötte a figyelmemet ez a teherautóval behajtani. Forduljunk el balra, mi baj történhet? Utána jobbra megyünk. Olyannyira, hogy nem is figyeltem, hogy előtte meg ott van az a teherautó bejáró jobbra című tábla. Ez azért nem egy szép környék, valljuk be. Ha jobbra mégy, majd mindjárt, akkor ott sokkal szebb házak lesz. Újra tervezek, tudod mekkora meló? Ismerős ez a környék. Vagy itt születtem, vagy ide jártam nőhöz. Mindjárt jobbra megyünk. Na, jól van, újra tervezek. Még egyszer utoljára. Na, ez itt... Balra kell menni. Most jól van. Hát mindegy, az érdeklődés idejére én itt megállok, aztán majd meglátjuk merre tovább. Na kérem, megjöttünk, bemegyek érdeklődni. Na kérem, hát Laci jól tudja. Jó az a cím, ami megvan adva. Úgyhogy arra felé kell menni, amerre Laci mondja. Jó van, csönd legyen, megyünk már. Hoppa, hoppa, hoppa. Elfelejtettem. Egyébként jobbra. Utána is menjünk valamerre nyilván. Én szerintem jobbra, de nem biztos. Csinálok neked egy új, nagyon szép útvonalat, de azon aztán maradj rajta, jó? Kis állok, de jobbra! Nekem az lett volna logikus, hogy... Forduljunk élesen, jobbra. Na aztán majd balra, menjünk balra élesen, jobbra, menjünk jobbra élesen. És utána balra. Na szóval számomra az lett volna logikus, hogyha... Most balra fordulósat játszunk. Mit keres a kecskén, kobra, jobbra? Kanyarodjon le valahol, ahol hát sikerül. Hogy itt a meglévő telep közelébe bővítenek. Azt hát akkor nem. Nézem, hogy hát balra kéne menni, majd. Hát nem itt bővítenek, hanem odébb. Fordulj balra, szerintem. Jön a délutános műszak. Nem kell szaladni, nem sietek nagyon. Most már helyben vagyunk. Már azt is tudom, hova kell menni. És itt is a portán volt térképük, normális térkép. Nem olyan, mint a Memednek, vagy hogy hívták azt a németet. Van itt egy körforgalom, de az első kiáraton már ki is kell jönni. Rajzolt nekem egy ákombákom valamit, hanem
én sok mindent szeretek, mondjuk a kopokat azt nem, az alagutakat is csak akkor, ha van GPS vétel, de a körforgalom, hát azt annyi... Elővette egy normális fénymásolt térképet, és azon be volt rajzolva, hogy merre kell menni. Semmi különös, csak lépés. Majd megyünk enyhén balra, de ez nem érdekes. Ez nem érdekes. Az emberek többsége nem szereti, ha állandóan pofázik a GPS. Ezt akartam elmondani. Aha. Köszi, Laci, ezt eddig nem is mondtad. Vagyunk, hát majdnem. Majdnem itt vagyunk. A lámpa nem vált. Fogadjunk, kikapcsolom a kamerát, váltani fog azonnal. Nyertem, körülbelül 2 másodperc telt el, és váltott a lámpa. Beállítottam a sebesség határolót 50-re, nehogy véletlenül megfeledkezzek magamról, és akkor tépjek
60-nal. Csak ez a kő, nem ez a kereszteződés. Nem ez a kereszteződés, hanem egy másik kereszteződés. Ott kell majd elmenni balra. Tovább egyenesen már nem is mehetnék. Menjünk balra, vigyázz a falra. Sárgult a lámpa. Most kizöldült a lámpa, úgyhogy indulunk. Testnek a kenyér. Mindjárt jobbra megyünk. De nem még egy picit gyorsan, csak kérdezem. Hát mit tudom én, Laci, volt egy 30-as tábla, de él még az a korlátozás szerinted? Mert már volt egy utca, ami oldja az ilyesmit, de aztán lehet, hogy én tévedek. Nem jól láttam. Hú, de jól olvasható ez a tábla. Aha, nézzük ki szépen jobbra, milyen ott, oda megyünk. Egyenesen ugyebár a Zsák utca. Hogy lehet lecsalogatni egy félkarú szőkenőt a fáról? Integetsz neki. Vasútállomás? Aha. Vagy pályaudvar, vagy minek mondjam, annak a... Egy része van itt tőlünk balra, ha jól látom. Nyíregyháza rendező pályaudvar. És Józsi az úthengerrel. Mehetne akár az utca közepén is. Józsi. Milyen impozáns épület, vasútállomás. Na.
és azt mondják, hogy az ország keleti része milyen elmaradott, meg nem tudom én micsoda. Hát én egy cseppet nem látom elmaradottnak. Jó, mondjuk Nyíregyháza egy nagy város, de ha kisebb településen jártam, az is többnyire olyan rendezett, csinos kis faluk vannak errefelé, és nem látszik az a hű, de milyen elmaradottság. Aztán lehet, hogy munkahely kérdésben, meg életszínvonalban más a helyzet, de csoda tudja. Jaj, de ezeket a lámpákat valahogy át kéne programozni. Olyan hosszú pirosat ad, hogy ez félelmetes. Ez a zöld még mindig, na végre ez a zöld már a miénk lesz. Mondjuk abban a zöldben meg belerakhattak volna egy jobbra nyilat vagy valamit, mert így megtévesztő. És akkor majd utána. Mit is mondott a kis hölgy? Tiszavasvári? 500 láb után, nem ez nem az. Majd nem, balra majd. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Tiszavasvári úton kell balra menni. Jobb, ne balra megyünk. Ez meg besárgult. Jó, kicsit határozott a fékezéssel, de megállta. Na, lámpa mindjárt vált, remélem. Most már ideje lenne. Igen, most váltott. És állítólag itt majd ki lesz téve tábla, hogy ennek a cégnek a... lesz, szerintem. Cégnek az építkezése merre felé van, úgyhogy majd itt már figyelni kell a táblát. Szegélyt csinálták meg. Hát folyik itt a szépítés.
Remélem ez nem Nagy-Britannia, körforgalom jön, majd a harmadik járatra vigyázz. Harmadik kijárat, ugye? Mondtam én. Találtam itt ilyen alkatrészeket. Na jó pofa. A Békásmegyeri élelmiszernagykernek itt is van raktára. Na csak, az igen. Na, ezt nem tudtam. Táblákat kell figyelni. Itt már rövidesen aktuális lesz. Hajlamos vagyok elbizonytalanodni, így menet közben. Jó tudom, persze nem most jöjjek rá, hogy merül az elem. Egyébként az is lehet. Álmosodom. Se jó úton jöttem, hát már minden itt neki. Ez a kis hölgy nekem valami Tiszavasvárit mondott, és ez meg itt Polgár felé megy. Lehet, hogy egyel odébb... A második utcán viszont balra megyünk. Lehet, hogy egyel odébb kellett volna menni. Mert ő egy másik nagy fuvarozó cégnek a telepét mondta. Laci itt akar elvinni balra. Nézem balra. Hát ez itt nekem sehogy nem jó, Laci, itt balra. Na, megnézem én ezt a GPS-t. Hát ez lesz az Tiszavasvári út, jó helyen járok. Csak akkor ezek szerint még itt tovább kell menni. És akkor majd... Tudod, talán... most egy picit hallgatok, odébb. És akkor utána még majd umálok. Táblákat kell figyelni. De ott balra, bent a messze távolban látok én valami építkezést. Kiszélesítették az utat. Bicikli út lesz, vagy mi ez? Na, jó, ne a bicikli úttal foglalkozz. Táblákat kell figyelni, hogy építkezés. Valahol ki lesz írva, hogy építkezés. Ennek a cégnek az építkezése. És balra. Na jó. Igen. Igen. Ott van-e? Új gyárépítés, balra, itt tenni. Jó, Lacinak megköszönjük az eddigi közreműködését. Köszönöm, Laci. Majd simogatom meg a buksi fejeckédet, újra tervez a bácsi, jó? Köszike, nem kell már. Jó helyen járunk.
Na, mi van itt írva? Hát erre felé megyek, mert erre felé lehet menni. Jó, megérkeztünk, most már innen vagyunk, itt vagyunk, ez a tuti.